dolgokat. Beszéljük egy kicsikét magáról a processzor húzásról. Ez egy tök jó dolog. Igazából. De mikor is annyira tök jó dolog? Egyrészt, figyelembe kell venned azt, hogy egy szám elírásával, egy tizedes elírásával az egész processzorodat, talán még az alaplapodat is kiégeted a rákba, úgy, hogy garancia sem lesz rájuk. Hogy az Intelnek vannak cache processzorai, amik húzásra vannak kiadva. De amint elkezded te álligatni az órajeleket, boltokat, a garanciád megszűnik. És jobb esetben csak a processzorod sül ki, rosszabb esetben az alaplapod is. Azért mondom azt, kaptam pasztát. Raktam pasztát. Azért mondom azt, hogyha magadtól kezded elégetni az órajeleket, mert mindig az AMD-nek, mindig az Intelnek van technológiája arra, hogy a gépedet, a processzorodat automatikusan OC-zza, azt figyelembe véve, hogy milyen hűtő alatt van, milyen konfigba. Ezt az Intelnél CPU Turbo Technology valaminek hívják. Például ez van az én 8700K-mban is. Ez azt akarja, hogy az alapóra jele például 8700K-nak 3,7. Ez a 3,7 saját magától, minden külső tényező belenyúlás nélkül, mindenféle garanciavesztés nélkül 4,7-ig mehet ki. 1 GHz-et mozog a processzor magától. Nekem 4,3 és 4,5 körül szokott működni a processzor, mert úgy érzi, hogy ez a biztonságos. 4,7-ig nem megy ki, valószínűleg 4,7-ig akkor menne ki, hogyha egy vízhűtő lenne rajta. Na már most, kétféleképpen lehet nekiállni a manuális proci húzásnak. Vagy úgy, hogy megfogod, és az alaplapod driverében rámész az Easy Auto Tune-ra 4.0-ra, kattintasz 3-at, újraindul a gép, és bám, téged a világ, ami néha még működhet is. Oké. Ami néha még működhet is, de én egyszer próbáltam ki, és a gép, amire bebootolt, éreztem az égett passz szagát, és amikor megnéztem a processzoromat, azt ajánlja a kedves Intel, hogy az ő processzorait maximum 1,45-ös volttal terheljük. A fölött sírkő. Na most a processzorom éppen 1,48 voltot kapott, és valami... Egyébként nem is túl sokat, valami 4,6-ot, 4,7-et forgott a gyári 4 helyett. Szóval így ez a WTF szituáció. Ez nem jó. Szerintem. Nem így kell procit húzni. Úgy kell procit húzni, hogy te megfogod szépen magadat, és bemész a BIOS-ba. Mielőtt elkezdenél procit húzni, nézd be a gépházadba. Ahhoz, hogy te processzort húzzál... ez nem van ilyen kis... Soha nem tudtam, hogy mit ír ki pontosan. Ti valami feszültséget. Mielőtt elkezdenél procit húzni, szükséged van egy olyan processzorra, amit lehet húzni, ami cache processzor az Intelnél. Szükséged van egy olyan tápra, amiben van elég
erőtartalék ahhoz, hogy kiszolgálja a processzorodnak a megnövekedett fogyasztását. Nem azt mondom, hogy duplájára fog növekedni a processzorod fogyasztása, de mérhetően, érezhetően nő a fogyasztás az overclockinggal, ami egyáltalán nincsen egyenes arányosságban azzal, hogy te utána mennyi erőt hozol ki belőle. Tehát, mondok egy példát. Tehát egy példát, eltúlozva. Tegyük föl, hogy 50%-nyi erőt sikerül kicsikarnod a processzorodból, vagy mondjuk inkább csak 40-et, plusz 40%-nyi teljesítmény, és mellette kapsz egy dupla akkora fogyasztást. Szóval nem véletlenül van oda belőve az a processzor, oda lőtték be a fejlesztők, mert ott a leghatékonyabb. És ahhoz állították be. Kell hozzá egy nem a legolcsóbb alaplap, amivel tudod normálisan kezelni az OC-t, és ő is tudja normálisan kezelni az OC-t, mert ha nem elég jó az alaplap ahhoz, hogy megfelelően stabilan szolgálja ki a processzor a megfelelő időben, a megfelelő volttal, hogy ne a legmegfelelőbben kezelje, akkor a korip. Ahhoz, hogy tud, akkor kék halálokat dob. Ahhoz, hogy tudj normálisan processzort húzni, nagyjából egy minimum 30.000 forintos alaplapot mondani. Azon kívül rohadt jó hűtésre van szükséged. Minimum egy ilyen tower coolerre. Minimum egy olyan tower coolerre, amin egy venti van, kettő venti még jobb. Ha egy olyan noctuád van, mint nekem, ami kettő bordás is, az már majdnem egy vízhűtővel ér fel, azzal nagyon nyugodtan lehet kooperálni. Gyári, meg ilyen fekvő ventikkel, meg se próbál. Mert meg se nyomod a gombot, de kigyúlod a processzorod. Vízhűtővel meg aztán azzal igazán lehet. Teljesen jó kecske. Plusz azért legyen alatt a friss paszta is. Hasárt. Nem azt mondom, hogy a kettő, hogyha egy éve van pasztázva, akkor újra kell pasztázni, de ha mondjuk egy 6 éve volt utoljára pasztázva, akkor először pasztázd újra. A RAM egy ilyen segből előrángatott RAM legyen, és akkor igazából jó. Benne vagy ilyen normális Kingston, normális megárcod, akkor nem lesz vele baj. Annyira nem mérvadó, de jó, ha van valami nagyobb megárc és meg ilyenek. Az, hogy hány igaz, nyilván nem számít. Kell hozzá nyilván egy normális videókártya is, hogy legyen mit kiszolgálni. Mert oké, hogy húzod a proszidat, de a processzort, ha azért húznál, hogy több FPS-ed legyen, akkor ne csináld. A játékok nagyon kis százaléka olyan játék, amiben a processzor húzás jelentős FPS növekedést ér el. Alap esetben egy normál játékban a processzorodon való, mondjuk én húztam 4000-ről 4600-ra magonként, de jó, hogy magyar szám megy, és nagyjából olyan 2-3 FPS-t kaptam játékokban. Ez a játék miatt nagyon minimális, de tényleg. Vannak processzor-orientáltabb játékok, mint például a Chigo, ott jelentősebb lehet, még egy PUBG-nél is jelentősebb lehet, viszont még egy PUBG-nél nagyon figyelni kell arra is, hogy jól szedezzen ugye a ház. Maradt egyébként is sauna van odabent. Ezen kívül, ha nem játék miatt pociznád, akkor jársz jó nyomon, mert például videóvágáshoz, például ahhoz, hogy az egész Windowsod stabilabb és gyorsabb legyen, arra tökéletes. Tehát miután húzod a processzorodon, érezhetően gyorsabban fog bootolni a géped, érezhetően gyorsabban fogsz betölteni, érezhetően gyorsabban nyitja meg az ablakokat, jobban bírja a strapát az egész géped, szóval kifejezetten érezhetően stabilabb lesz a gép. De játékban nem lesz több FPS. Nagyon kevés sem. Szóval ezért egy picit azért nem rossz, ha rátolsz, még biztonságban, de ha most is meg vagy elégedve sebességgel, akkor igazából nem annyira mérvadó. Photoshop munkához, meg ilyenekhez érted, ott processzornak kell számolni a képet, ott például ott is lényeges lenne. A videókártya, beszéltünk, lényegében kell, de itt nem az a lényeg.
tápról beszéltünk, gépház szellőzzön rohadt jól, tehát legyen egy ilyen, nem, azért, nem egy ilyen, de egy normális ház, normális kábel elvezetéssel, és nem utolsó sorban ne legyen fönn a gépház oldal, hülyeség. Sokkal jobban, hogy a gép, ha nincs fönn a gépház oldal, ne tedd fel. Szóval, vegyük össze, hogy mi kell a processzor húzáshoz, minden, egy új gép. Akkor meg már vegyél processzort is, baszki, hogy ennyire akarod. De ha mégis ott vagy, hogy nagyon nagy a pöcsöd, és szeretnél vele szórakozni, tapasztalatnak szeretnéd, mint ahogy én is, hogy kipróbálni, hogy vajon milyen lehet húzni, mik az eredmények. Szereted nézni a benchmarkokat, hogy mi történik, úristen. Szereted nézni a benchmarkokat, hogy mi történik, amikor ennyit húzzon, annyit húzzon, meg ilyenek. Hagyjad már, Jani, majd megnézem. Akkor húzzad. Akkor húzzad. Why not alapon, vagy tényleg, hogyha úgy nagyon fontos lenne. Jó. Tehát, hogyha sikerült nem erre tenni a dologtól, akkor a dolgod az, hogy bemenjél a BIOS-ba. Kapcsolod a lámpát és gyönyörködj. Egyébként nem lesz. Bemenjük a BIOS-ba. What? Oops. Amúgy ennek jobban kéne egy kicsit világítani. Na, nincsen bekapcsolva az RTX. Lássuk be. De majd a plusz ventikkel még jobb lesz. Nem is ez a lényeg. Bejössz szépen a kis bioszkádba, ami egy kicsit bonyolultabb, mint ez, de a lényeg... A lényeg az itt összpontosul, amint a játék nyújt. Meg kell keresned azt a menüpontot, ami akár lehet CPU OC, vagy lehet XMP, vagy lehet overclocking, bármi, és ott meg kell keresned a CPU részleget. A CPU részlegnél be kell kapcsolnod azt, hogy manuálisan tud állítani. Várjál, vissza egy kicsit. Ne ennyire sietősen. Lépjék ki a BIOS-ba nagyon gyorsan. Hogyan állunk neki az overclockolásnak? Hogyan szabad neki állni? Hogyan legjobb neki állni? Mutatom. Google. i7 6700 K Overclock. Tudok írni egyébként. És keresem. Videót. Fórumokat, posztokat, bármit. Ez már meg volt nyitva, nem véletlen. Ez alapján csináltam. Nem bejössz a üzébe és akkor... Ez így jó lesz. Bírja az, figyeljed meg. Nem. Vissza. Nem. Rákeresel Google-be, elolvasod, hogy drága embertársait hogyan húzták az övéiket, hogyan égették ki az övéiket, meddig bírta, hol stabil, hol nem stabil, hol milyen volt a stabil, hol milyen volt a nem stabil vagy stabil, érted miről beszélek, feljössz egy fórumra. Akármilyen processzorra, főként tényleg ilyen kás és húzásra való, rákeresel a nevére, hogy overclocking, fogsz találni videókat, fogsz találni posztokat, fórumokat, biztos. Elkezded olvasni, blablabla. Én azt mondom, hogy egy jobb Air coolerrel 4,6 a legjobb. Ez így az első sorban. Szinte betéve tudom ezt a posztot, mert erről csináltam annól. Ugye az alapóra jele a processzorunknak 4,0. Az a kérdésünk tehát, hogy ebben mennyit lehet csinálni. És mennyi józanésszel az ideális. Csávokám leírja 6 kilométeren keresztül, hogy ő hogyan csinálja. Ami tudni kell,
az Intel processzorokról, mint ahogy már mondtam, hogy 1,45 volt a plafon, ami még biztonságos, a gyártó elmondása szerint lehet menni fölé, csak tökön szugrás. Én 1,4-nél megálltam. Ott én azt mondom, köszönöm szépen elég. Itt is mondja, hogy 1,4-nél megállt, 4,6-nál. Full processzortól függő az, hogy te volt és gigahertz állígatással mit tudsz belőle kihozni. Itt ő azt mondja, hogy neki a plafon, ami stabil volt, az 4,6 volt 1,4-jel, ezt használtam egyébként én is. Hogy a stabilitásról mit mondjak, hát emlékezhettek régen, hogy ered nálunk egy ilyen szólásmondás, hogy hogy húzott proci. Stabilnak stabil, csak azért néha dobja azt a kékhalált. Lehet, hogy ezzel az új alaplappal például már nem dobná meg az új 1000 wattos új 1000 wattos táppal. Azért is nagyon fontos az új egy drága táp, nekem ugye 1000 wattos Cooler Master Gold Platina Premium minden pöcsön van, és ez pont azért, mert ezt akkor vettem, amikor ócizgattam a gépet, mert ha nem kapja stabilan ezt a voltot a processzor, stabilan mindig akkor annyit, amennyi neki kell, akkor dobja ki a kék halált. Minél tovább húzod, annál könnyebb, annál kisebb volt ingásra, annál érzékenyebb a processzor. És minél szarabb tápon van rajta, annál jobban ugrálnak a voltok. Például, amíg a régi tápon volt, AIDA-ba, amikor néztem, rendesen látszott, hogy fölle ugrál, például 12 volt, néha ilyen 11,8, néha ilyen 11,2, érted? Ez nem jó. Ami ott az új táp van, 12, érted? Mint ha oda lenne szögelve, meg sem mozdul. Ez fontos a processzornak is, hogy a kék halálokat a lehető legjobban kiszűrjük. Ezek után elkezdhetjük az OC-t, de nem úgy, hogy 4,6-ot beírunk, mert ilyen 1,4 voltot, és akkor durranjon az egész. Nem. Okosan. Óvatosan. Ő is itt írja, hogy nézd ki magadnak mondjuk egyet, hogy éred a megfelelő
megfelelő stabilitást, addig 0,3-onként nagyjából, de akár 0,1-enként is állíthatod, 0,01-enként, 0,03-onként állígasd a voltot. Mert miért is kell ez? Ugye most itt van a processzorunk. Felcseszem 44-re, és ugyanúgy elindítom 1,25 voltan. Nem lesz elég áram neki ahhoz, hogy ezt kiadja. Szóval kékhalált fog dobni, valószínűleg be se fog boostolni a gép. Próbáljuk meg, itt most lényegében annyira nem gáz. Eddig tökéletesen futott a gép, legyen 43-mal. 43-ra felhúztam a szorzót, és elmentem, és elindítjuk a gépet, és megnézzük stresszesztően, hogy mi történik. Hello, chat, és köszönjük. Hello, kecske, úristen. Ó, hogy szakadjál meg. Jó étvágyat kívánok. Elindítsuk a stressz tesztet, amihez én AIDA-t szoktam használni, tehát a legfontosabb, hogy legyen AIDA-d. Azon kívül pedig valami benchmark programod. Ohoho, azért figyeld a CPU temperature-t alapon. 42-43, ez nem ennyi volt eddig. Ráküldjük. Itt ugye 30 másodperc, ez való életben. Rajta tartjuk az off gombon a kezünket, jó. 71-72 fok. Jó. Tehát itt ez 30 másodperc, de ennek bőven kell egy ilyen stresszesznek lennie IRL 5-10 percnek. Minden egyes állítás után. Ha azt kibírta, stressz alatt, és figyelet közben üszökül a hőmérsékleteket, ha azt kibírta, akkor király, mehet rá egy durva 3D Mark, vagy valami. Jól oda csesszen neki. És ha azon is végigment, akkor vagy mehetsz föntebb, vagy meg vagy. Vagy nem vagy meg, mert utána meg majd random dob 5 nap múlva egy kék halál, de azokra ne beszéljünk. Beszéljünk egy kicsit a hőfokról. Azt mondják, hogy... Pont is mondom. Kérlek szépen. Ó. Oh. Ó. Oh. Igen. A CPU hőmérséklete 80 fok alatt ideális. A 80... A CPU mag... Egyébként erről is fontos beszélni. Mag hőmérséklete 85 fok fölött nem ajánlott. Ez egyébként azt is fontos megjegyezni, hogy mag... CPU mag, vagy az egész CPU. Itt az egész CPU-ról beszél. Amikor az AIDA-t megnyitod, akkor ott van egy CPU hőmérséklet, teszem azt 40, és van ott mind a négy magnak külön a hőmérséklete. Teszem azt, hogy a mag hőmérsékletek meg 41-42. Mindig melegebb lesz a mag, mint a CPU, mert a CPU hőmérséklet a CPU külső burkolatát méri, a mag pedig bent a tranzisztornál. És amikor bent a tranzisztornál, ott nyilván melegebb van, amely kiér a hűtő pasztáig, mert mindenig a hűtőig, érted? Érted, miről beszélek? Az egy... Főleg a legújabb processzoroknál akár a CPU és a CPU maguk közötti hőmérséklet különbség 10 fok is lehet. De akár 15 is. Nagyon durván el tud térni a kettő egymástól. Itt a CPU-ról beszél. Nekem már az is ijesztő volt, amikor a mag hőmérséklet csapkodta a 85-95, szóval már visszavettem, de elvileg afelé lehet menni. Itt most a 72-ről azt mondhatjuk, hogy jó. Jó. Persze azért fontos a... Van egy úgynevezett load hőmérséklet,
hogy amikor rákattintasz a stresszre, maxon elkezd pörögni a processzorod, leadja a hőt, és közben mit csinál a izéd? A léghűtőd? Bepörög. De a CPU az már rég ott van 80-90-100 fokon is akár, amíg a CPU vented észreveszi, hogy hú, baszki, ezt hűteni kellene, és bepörög, és elkezdi szállítani a levegőt. Aztán visszaesik. De mindig van egy ilyen load. És elvileg ez a load, ez max, nagyon max 100, de én ezt a loadot is mindenképpen 90-85 alatt tartottam. Eléggé fostam, na nem akartam széjjel égetni a processzort. Stressznél stabilak vagyunk, 3D Marknál megnézzük, illetve egyszerre azt is nézhetjük, hogy hány ponttal érünk el többet, és utána pedig újjonghatunk, hogy mennyivel jobb lett a processzorunk. Egy ilyen húzás után, mert hogy húzás, már azért érezhető, hogy kicsit gyorsabban indult a gép, kicsit gyorsabb, pörgősebb az egész Windows. Már ez érezhető ilyen téren. És mindenhol máshol. Azért mégis csak több lett. 400 MHz-el. Vagy mi? Várja, hülye vagyok. 100 MHz-el. Igen. Azért csak több lett. És az a 100 MHz nem alszik. Se az zárom, amit felvesz rá pluszba. Vannak processzor összehasonlító oldalak, van árukereső, vannak YouTube videók, sokkal több infót találtak ott, mint akkor engem kérdezgettek, hogy melyik processzor mit tud. Fúj, jónak tűnik eddig a gép, és még csak több voltot se kellett neki adni. De nem ismerem az egyik processzort se. Egy hogy mondjuk véleményt? Na! És most rohadtuk boldogok lehetünk, mert 4787 pontról felmentünk 4804 pontra, tehát a processzorunk által nyertünk 20 pont. Várjál! 3, 13, 17 pontot. Előrelépés és stabil a rendszer. Illetve a CPU szkórunk felment 4926-ról egy százassal, több mint egy százassal, 5046-ra. Csirke érkezett! És ráadásul a CPU orientált feladatnál 16,53 FPS helyett 16,93 FPS-t értünk el, tehát akár még egy kis húzással, még egy szorzó rárakásával plusz egy FPS-ünk is lehet akár. Sőt, ha 30 FPS a célunk, akkor mondjuk, ha eddig Cségóba csak 28 FPS-ünk volt, már 30 FPS-ünk lesz. Köszi, Petya a csip. Oké. Mehetünk vissza a BIOS-ban, nagyon boldogok vagyunk. Nem olvadt le az alaplap, se a proci. És gyorsabb lett és stabil. Mehetünk tovább. 44-es szorzó, ha ezt is elbírja az 1,25 volt, én felsikítok. Az elméletileg lehetetlen. De amíg nem igényli a voltot, addig nem adunk neki több voltot. Bebútolt, ez már egy jó jel. Vigyázzunk a processzor hőmérséklettel. És igen, amint felpörgött a processzorunk, abban a pillanatban több áramot szeretett volna felvenni, mint amennyit az alaplap adott neki, ezért kidobta a kék halált a gép. Nem kell megijedni. Kinyomjuk. Visszanyomjuk. Bemegyünk a BIOS-ba és adunk neki több voltot, hiszen már nem elég az a power neki, amit kap. Ott van. Too much volt can damage CPU. Ne menj föl 1,5 fölé.
Igen. Mi azért inkább egy 1.45-öt érzünk, hogy jónak. Akkor megkapja az 1.3-at. Én, ha most... Valószínűleg én is egy 1.3-at adnék meg neki. Hogyha ilyenre csinálnám, mert még ettől nagyobb a cél. De hogyha már a stabilat keresem, akkor mindig ilyen 0.01-ekkel föl, le, nézem. Itt még stabil-e, nem stabil. Azért nem jó... Nem jó belőni pontosan azt a határt, amikor stabil, mert akkor jön egy kis pillanat, amikor kell neki még egy kicsit, és akkor nem lesz, és akkor kék halál. Mondjuk lehet, hogy éppen PUBG-ba top 1-es, top 5-ös szituációnál, értem, miről beszélek. Ez volt nekem is anno, amikor random kék halálozgattam, néhai streamek közben, mert én pont belőttem azt a volt tartományt az aktuális 46-os vagy 45-ös szorzomhoz, nem emlékszem már, ami pont elég volt. És amikor jött egy pillanat, amikor a procinek hirtelen kellett volna egy kicsit több, akkor kidobta a kék halált. Aztán ezt egy idő után meguntam, mert se a erőt nem akartam lentebb venni, se a volt ott föntebb, szóval rohadjál meg, akkor ennyi elég is volt. 78 fok, hát, ja. Az azért egyébként eléggé meleg. Az már nem a legjobb dolog a világon. De még optimális. És akkor 3D márkot lefuttatjuk, és újra nyáladzunk, hogy már megint simábban fut végig a teszt. Pat. Hogy mit vettél, Apex? Üdv. Üdv innen magyarból. Van nem sok csíri fér abba a pohárba, bakker. Amúgy kíváncsi vagyok arra, hogy vajon a... Igen. Jaj, nem fényképeztem le az előző teszt eredményt. Bakker! Kíváncsiak, hogy a videokártya tesztnél nő az FPS szám, mert azt hiszem szokott nagyon minimálisat. Sokkal minimálisabbat nyilván, mint a CPU-nál. És innentől kezdve igazából ennyi. Ülsz. Napokat, fél napokat, nézed a benchmarkokat, nézed a stressz teszteket, nézegeted a gépedet, hogy nem egy gyulladt ki, nézed, hogy milyen körülmények között mit kapsz, és 4820. Már a 17 helyett előre léptünk 33-at. Tehát még eléggé effektív. Haladunk tovább az úton. Nem, a videókártya ponton itt most nem emelt. Ez teljes mértékben normális, hiszem. Akkor úgy néz ki, hogy a videókártya bőven el van a processzorra. Nem. Igen, tehát hogy a processzor túl teljesíti a videókártyát. A videókártya elvárásait. Nem fogja vissza a processzorod. Ami jó. Így kell lennie. És akkor... Mehet még egy kevés. Mondjuk ezek után bevállalhatjuk azt, hogy akkor megnézzük, mondjuk... Oh shit. A 46-ot. Mondjuk az már meleg lesz. Az már nagyon meleg lesz. Jó hűtő ez, de nem annyira. Lehet, hogy itt megállok. Ha 1.3-mal elbírja, az jó. Ha már most kicsapkodunk majd 80 fok fölé. Nem tudom, hogy így a... Igen, 50 fok alapból, érted? Alig... Jaj, a fogyasztást nem figyeltem.
Na, azt majd megnézik. Alig húztunk a processzoron, de az alap 35-40 fok helyett alap 50-en pörög a processzorot folyamatosan. Érted? Sokkal több meleget nyom ki magából. Pedig alig kaptunk plusz 1 FPS-t. Meg azért jó, vagy azért... Há... Azért nem szar az. Pörgeti azt a procit, dolgozik. De hát... Mérlegelni kell. Megéri, nem éri meg. Akkor mehet az 1.35. Eléggé reálisak a számok egyébként. Ez konkrétan teljesen az. Azt mondanám, hogy mindenki, aki szeretne procit húzni, vegye meg ezt a játékot. És kezdje el itt. És utána húzogatja magának, mert... Tehát érted. Na, lássuk. Te jó életben, 85 fok. Híj, apukám. Az már nem kevés, jó. Idáig én nem mennék el IRL, ezt nem. Nagyjából idáig jöttem el. De volt ez nekem ilyen meleg? Én arra emlékszem, hogy 75 és 80 között mozgott nekem. 40, 46-os szorzóval és 1,4-es volt a... De folyamatosan kék halálozott. Még akkor is, amikor felmentem vele 1,43-ra, 1,44-re volt ügyileg. És még úgy is dobta a kék halált. Nem tudom, szerintem nem volt elég stabil hozzá az alaplap, meg ezek. Nem véletlenül vannak 100.000 forintos alaplapok, meg 120.000 forintos alaplapok. Azok olyat OC-znak, beszarsz. Na ott rányomhatod az Easy Auto Tune-t, de a 10.000-es alaplapodon, amiben ugyanúgy ott van a 10.000 forintosba, érted, az Easy Auto Tune. Meg ne nyomd össze gombot. Ne csináld. Nem véletlenül 90.000 forint a drágább a profi OC-s alaplap. Igen, kaktusz. Ha a logikám nem csal, ezt nem tudom, de minél kevesebb az alapóra jele az adott processzornak, annál kevesebbet lehet rajta húzni. Tehát 4000-esen húzol. Most 4000-ről felhúzzuk 4600-ra. 4600-ra. De 1000-ről már nem húzhatod fel 1600-ra, hanem mondjuk úgy 1003-ra. Mert érted? Mert itt, ha százalékban mérik az OC-t, akkor úgy az már majdnem... Ha majdnem duplánál járnál, hogyha ott egy hatig vinnéd. Tudod, miről beszélek, oké? Na, és most már még boldogabbak vagyunk, hiszen a kiinduló 4787-ről már 4835-nél járunk. Ha lenne nagyon durva vízhűtésünk, és itt van a nagyon durva konfigunk meg mindenünk, akkor akár 100 pontot is javíthatunk az eredményen. Ugye milyen kecsegtetően hangzik? Egyébként az. Nekem is annak hangzott, el is mentem a végletekig. De mondom, lehet jó barát is, meg rossz is. És sokkal előbb lesz rossz barát, mint jó barát. Ez is stabil. Maximális hőmérséklet 80 és 85 között van, ez már azért nem a világ legbiztonságosabb felállása, ezt tegyük hozzá. Én inkább egy 80 alattit ajánlanék mindenképpen IRL, annak aki
biztos, hogy szeretne menni. De azért durva dolgokat is kivének ezek a pacik. Tehát azért nem cukorból vannak. Csak azért mégis. Visszaállítom egyébként gyárra. Olajakvárium hűtés kell, ennyi. És megnézzük, hogy így mennyit eszik. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit nőtt a fogyasztás. Amikor rajta volt az OC, akkor kérlek szépen 300 wattot lezabált a gép. Nem, 400 wattot lezabált. Nézzük most mennyit. 400 watt és 85 fokos volt a proci. Most 65 fokos a proci. És 300 wattot zabálunk. Plusz 100 wattnyi fogyasztás. Neki döntse magának, hogy ez most mennyire sok vagy kevés. Azért meg tud látszani a villanyszámlán, hogyha küszök kocka vagy. És azért télen kevésbé kell majd fűteni. Ami egyébként annyira nem rossz dolog. Lehet most így jön a hidegebb időszak, majd rárakok a 8700K-re valamit, hogy érted, ha már itt forog, akkor fűtsen is. Aztán ennyi. 4200 MHz-ből csináltunk 4500-at. Egyébként ennek a processzornak, a 6700K-nak az alapóra jele 4000, a turbóóra jele 4002. Nekem valamiért Fast 4000-en forgott. Lehet nem érezte, úgyhogy biztonságos a körülmények, és én 4000-ről húztam fel ugye 4006-ra. Most meg így csak 4002-ről 4005-re. Tehát azért ott még jelentősebb volt nálam a változás. Már alapból kiadja 4002-t. Ja. Ez a processzor overclocking. Szinte még hobbinek is tudnám nevezni. Szerintem egy tök érdekes hobbi, azt nézni, hogy változik, mi változik, mennyi érezhető, mennyire nem érezhető. Én nagyon élveztem, amikor csináltam, de utána folyamatosan kaptam a kék halálokat, elment a kedvem. Tényleg lehet, hogy már jobb alaplappal jobb lenne. Mert mindig csak oda jöttem ki, hogy kell egy új táp, kell egy új hűtő, kell egy új alaplap, de semmi nem volt jó. És aztán meg meguntam, hogy nem hiszem el. Erről szól. Szóval a gazdagok játéka a kicsi jóért, amivel már nem tudom, hogy mire mennek, de ez van. Na! Inkább elmegyek horgászni. Persze, hogy olvaslak. Dávid, nem tudom, emlékszel-e a konfigra, ha igen, akkor procit vagy vidikarit fejleszem a capture card beszerzése mellett, ha nem emlékszel, rákérdezek DC-n is. Fejből meg nem mondom a konfigot, de emlékszem, hogy küldted egy konfigot, ami nem volt azért gyenge. Tedd fel ugyanazt a kérdést, kell nekem Discordon, és akkor megválaszolom. De jobban szívja a gép a port, hogyha le van véve az oldala. De nehogy már ezért 5-10, akár 15 fokot tud számítani, hogy fönne van az oldal, vagy nem, érted? De persze, nem feltétlenül a fokot. Nem feltétlenül lesz melegebb, mert akkor gyorsabban fog pörögni a venti. De jelentősen gyorsabban fog forogni minden, szóval. Jön a level up, és akkor vízhűtés, ja. Ez király lesz. Szóval nem, és soha nem rakom fel a gépház oldalt, hülyeség. Minek zárad még kalitkába? Na mindegy, de hát. Ki hogy gondolja? Szevasz, Dört! No, én mindent kiadtam magamból, amit hobbi overclockolósként magamba gyűjtöttem. Ezzel játszadoztam egy jó pár hónapot.
aki tényleg akarja, annak óvatosan. És higgyétek el, hogy azért nem egy lifehack. Annyira nem lesz durva előrelépés, de lehet vele. Lehet vele csinálgatni. Remélem hasznos volt. Ja, ha már így a gépekről beszélünk, Simulator szerencsére, akkor ez semmiképpen nem maradott el. De egyébként nagyon jó leírások vannak erről az egész dologról angolul. Hát ez van. Ja tényleg, bármi kérdés? Hogyan tisztítom meg a gépet a porttól? Kompresszor. Rá a szűkítő véget, tudod, össze a labdafújót. Halad. Porszem nem marad utána benne. Vagy ha éppen nincsen kompresszor, akkor vagy bérelsz, vagy pedig veszel informatika boltba, vagy nem feltétlenül informatika boltba, valahol sűrített levegő. Mint egy festékszóró, csak sűrített levegő van benne. Egy-két gép kitisztítása elég. Slaggal. Desztillált vizet. Kilövellő slaggal. Egyébként, ha jól tudom, desztillált vízzel ugye lehet tisztítani az elektromos alkatrészeket, hiszen nem hagy maga után vízkövet. Szóval, hogyha olyan lenne a slag, ami desztillált vizet nyomnak innen magas nyomásúba. Apuká! Akkor a legjobb kecske. Akkor tudod, hogy jó úton jársz. Na ezt a szart meg szétkapjuk. Nem, amúgy aranyos volt ez a minden, de megy alkatrésznek. Dobd be a kádba és ennyire deszilált vizet. Egyébként, hogyha valami informatika dologra rámegy a víz, és csak azért romlik el, mert bevízkevesedik, akkor desztillált vízzel, ha lemosod, akkor megmenthető még a dolog. Például egy telefon esetében ez tökre működőképes, tehát. Na persze csak szétszették. Azt hiszem, de ebben nem vagyok biztos, de egyszer hallottam egy ilyet, hogy desztillált víz az eléggé. Gumi szerviz? Akkor ott olyan kompresszor van. Mint a ház. Akkor azon nem az baj. Akit érdekelt, aznak hasznos volt, akit nem érdekelt, aznak már biztos, hogy bealudt, szóval altatónak estének tökéletes.